Szeptembertől már nem kaphatja meg ezt a zöld rendszámot az az autó, ami nem tisztán elektromos és nulla kibocsátású. A Belügyminisztérium 2023. decemberi állományadatai szerint a tavalyi év végén már több mint 25.500 besorolású hibrid autó volt forgalomban, plug-in hibridekből pedig csak nem 12.000-et tartottak számon ekkor. Ez azokat a kocsikat érinti, amelyek benzin vagy dízelmotor plusz tölthető elektromos motorral rendelkeztek. Ezeknek korábbi szabályozás szerint zöld rendszámuk volt, ugyanazokat a kedvezményeket élvezték, mint a tisztán elektromos járművek. Ez szeptember 1-jel megszűnik, illetve kivezetésképpen 2026-ig, tehát a meglévő gépjárművek esetében, amiknek a műszaki vizsgája 2026-ig megvan, azok esetében megmaradhatnak a zöld rendszámok, de fokozatosan szeptember 1-től már nem állítanak ki ilyen zöld rendszámokat. A minisztérium lépésével ezek a járművek most elveszítették a számos magyar településen biztosított ingyenes közterületi parkolás lehetőségét, de a rendszámváltás következménye az is, hogy a jövőben honosított új és használt példányok után regisztrációs adót, illetve az összes után teljesítmény arányos gépjárműadót, valamint adásvételkor vagyonszerzési illetéket is kell fizetni. A tapasztalatok szerint a vásárlók egy jelentős része a zöld számmal járó kedvezmények miatt vett eddig plug-in hibridet, de egyébként nem töltötte az autót, hanem belső égésű motorral járt. Sokszor nagy köpcentis benzin vagy dízel autók esetében egy kis elektromos motorral a kedvezményeket kihasználták, de ugyanakkor a környezeti megtakarítás, a CO2-kibocsátás csökkenése igazából ezeknél a kocsiknál nem valósult meg. Tehát 25 km minimum elektromos töltéssel való hajtás volt a feltétele ennek a zöld rendszámnak, és mondjuk az tényleg érdekes, hogy 25 km-t megy elektromosan, azután meg nagy köpcentis benzin vagy dízelmotor hajtja, tehát gyakorlatilag az elektromos autók, a tiszta elektromos autókkal szemben ez minimális megtakarítást jelent. A szeptember 1-től életbe lépő változások értelmében, amíg a műszaki vizsga fennáll, de legkésőbb 2026. november 30-ig kell lecserélni a zöld rendszámokat. Ennek a költsége nem terheli a vevőket.